Az 1700-as évek végén először a Sóstúi fürdőházban volt lehetőség szervezett fürdőzésre Nyíregyházán. Annak idején még tölgyfakádakba hordták a tó magas sótartalmú felmelegített vizét. Ezt követően egyre inkább nőtt a sóstúi gyógyfürdő népszerűsége, míg 110 évvel ezelőtt, 1910-ben megépült a fürdőház jelenlegi épülete. Emellé kerültek aztán a sóstúi fürdők, szállodák, az állatpark és a múzeumfalu is. A turisták a lezárások feladását követően pedig egyre nagyobb számban érkeznek a városrészbe. Mi pünköstkor nyitottunk ki, már a pünkösdi hétvégén voltak foglalásaink, nem mondom, hogy teltházzal indult. Aztán, amikor a védettségi igazolványokra már nem volt szükség, onnantól kezdve azért ezt lehet látni, hogy berobbant a turista forgalom. Gyakorlatilag már hetek óta nem tudunk szobát biztosítani sem itt a fürdőházban az újonnan érdeklődők számára, vagy elvétve van egy-egy szobánk, tehát én azt gondolom, hogy kivételesen jó statisztikáink lesznek majd július-augusztus hónapra vonatkozóan, és ez elmondható a környék összes szálláshelyéről, akikkel beszélek, a tulajdonosokkal, üzemeltetőkkel, mindenki azt mondja, hogy most tényleg itt van a csúcs szezon, úgyhogy a szálláshelyek tele vannak, hála Istennek. A szomszédos 122 szobás szállodában is még a fürdőből plusz belépőtető órákat kellett átvinnünk, mert nem volt elég olyan szintű a kihasználtsága a szállodának. 60% a belföldi vendégünk és 40% a külföldi. Na most ez a 40% külföldi vendég most például a fürdőkből nagyon-nagyon hiányzik, ezt el kell, hogy ismerjük. A belföldi vendégforgalommal alapvetően nagy gondunk nem lenne, meg nagy panaszunk nem lenne rá, de hát bizony-bizony nekünk azért ez 100 000 vendéget jelent mondjuk a szezonban, aki hiányzik a külföldieknél. Na most ezt nem olyan nehéz gyors fejszámolást végezni, hogy több 100 millió forintos bevétel kiesés. Igazániból emiatt egyfelől mérgesek is lehetünk, másfelől meg megértjük, hiszen hát a szlovák vendég is most ugye átjöhet fürdőzni, de hogyha visszamegy, 10 napra karanténba kell vonulnia. Senki nem fogja egy egynapos fürdőzésért a 10 nap karantént vállalni. A szlovákok mondjuk a belföldi turizmusukat így egy kicsit otthon tartják. Tehát mehetnek, de utána vannak sajnos ilyen retorziók, mindenki másképp oldja meg ezt a dolgot. De bízunk benne, hogy ahogy a jóslások, ha igaznak mondhatóak, akkor majd 2000, nem is jóslások, ez inkább becslések, fogalmazunk úgy, 2023-24-re visszarendeződhet majd minden. Addig nagyon nehéz időszak vár még azért a magyarországi fürdőkre, és biztos vagyok benne, hogy ahogy eddig is volt, azért kormányzati támogatásban részünk, a bértámogatás és egyéb lehetőségek. Azt gondolom, hogy ezek a szakmai érdekvédelmi képviseletek majd el fogják azt érni, hogy ezek tovább folytatódjanak, tárgyalások útján lehet ezeket rendezni majd. Tehát biztos vagyok benne, hogy kell még majd egy segítség a fürdőszektornak. A szállodák, hála Istennek, most jól vannak. Ők is zárva voltak korábban, tehát náluk is nagy kiesések voltak. Az értékesítési vezető hozzátette, a nyári 2-3 hónapos csúcsidőszak ennek ellenére nem tudja kárpótolni sem a szállodákat, sem pedig a fürdőket, azért az 1-1,5 éves időszakért, amíg a pandémia miatt nem lehettek nyitva.